Sziasztok, Márton vagyok, és hát akkor megint beszéljünk néhány filmről. Most hoztam magammal szám szerint négyet, 2-3 órás, meg 2-80 perceset. Cím szerint akkor a péntek esti gáz, már megint péntek, illetve a 84-es dűne, tehát a David Lynch féle öm, vágás, vagy verzió és annak a bővített vágása, verzió, <laughs> ezt így jól mondom, illetve az Apokalipsz is most, abból sem az eredeti vágás, hanem a Redux, mert ja, mind a kettő moziba kijött, de rövidebb volt, és én mennéztem a bővített verziót ez ebből, mert ezeket láttam eleve, és ja, ez kicsit ilyen nostalgia film lesz, mert ezeket már korábban láttam, egyet leszámítva, lesz szóval nagyon nem is tudom mi más mondani, kezdjünk bele. Oké, okay, akkor péntek esti gáz, Hát ez lényegében a végre a folytatása. Előre ígérgettem azt, hogy meg fog nézni, be fogok róla számolni. Az eredeti film azért tetszett nekem, mert nagyon azzal foglalkozott, hogy milyen élete lehet egy átlagos nyomornegyedben, um, nyomor negyedben, gettóban élőnek. És hát, ja, ahhoz volt minden, fenyegetőző szomszéd, aki valószínűleg egy bandában dolgozik, vagy egyedül um, képes képviselni azt azért, hogy egy bandatúr, aztán másokat lop meg, és fenyegetőzőnek meg verekszik. Öm, akkor ott vannak még az ilyen kisebb tolvajok, meg hajléktalanok, akik minden megtesznek a pénzért, vannak a drogosok, akik külön szedik a szert, és teljesen tönkre mennek tőlük, meg ott vannak a délerek is, akik megás nélkül furikáznak össze-vissza, adják a tudszak hogy a rendőrnek ez feltűnne, meg hasonló dolgok vannak, de lényeg annyi, hogy akármilyen nehéz az élet is, fel kell állnod, és fel kell a következő harcra. Tök jó film volt, szórakoztató volt, ez kép tök jó benne, és a minden igaz legjobb mellékszereplő díjat is akartak adni a Kristál körre, mint Smokey, tehát jó, érhető, jól alakít, stb. Nos, hát a második rész az eléggé érdekes. Mint, oké, okay, szórakoztató hozzá, azt a színvonal az első film szerintem. Sőt, aki így nehezen is van kezelve, mert, um, oké, okay, nem a jó, mint az első, de nem kell annyira lehúzni. De um, hogyan fogalmazzak? Kb. eltelt um, egy hét a legutóbbi film óta, Igaz, hogy 2000-ben jelent meg ez a film, mert az előző az 95-ös öt év eltérés van, de a történetben egy hét telt el, és hát az van, hogy mindenki úgy a házból kiment, um, emugribe most a a az apja, de ő igazából egyedül akar lenni, már csak felségével, a craig meg ki akarja zavarni, keresse magán a munkát, ezért felviszi oda um, Los angeles egy ilyen gazdagabb rétegébe, réteg 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 ilyen kisvárosba, ahol, vagy inkább ilyen kertváros részbe, aztán akkor ott van az Elroy testvére, akire nagyon irigy, mert hogy ő nyerte a lotton, aztán azóta hatalmas házban él, és a semmit nem csinál, míg a a az apja pedig um, oké, okay, um, mi az már, sintér, és hát oké, okay, ez a kutyákkal, meg is harapják néhányszor, de ő hát tisztességen kell a és nem egózik vele. Mondjuk egy ilyen munkában nem, nem tudom, hogy lehet egózni, lefelé azt, hogy mennyi kutya van, aztán, hogy milyen neked találkoztál, hát ő azzal versenyzik, hogy mennyi harapta már őt meg. És hát a lényeg, hogy mondjuk, nagyban utaznak oda el, és mikor megérkeznek, akkor már jön is ez a baráti, vagy nem, nem baráti, minket testvéri ellenszem, hogy egymással szidják, mennyi lehet, és ki nem állhatják egymás már, már látásból. Közben öm, ott van Craig, meg a, az ő kuzinja, a, a Day Day, aki hát már nem Smokey, mert a filmben nem szepe Smokey, mivel a törvényszerűen szerint elvonóra ment, de valójában az azért volt, mert Kristál Kör nem volt hajlandó vállalni még egy ilyen filmivelő, mivel ő, eleve nem nagyon szokott színészkedni, nagyon megválogatja a szerepeit, de tényleg, és hát öm, nem volt ezt a filmet folytatni, valószínűleg azért, mert hogy ha már volt egy karakter, aki amikor még kell erről tenni, valami hasonló megjegyzés volt erről. És hát akkor a lényeg annyi, hogy ott van de ide, aki oké, okay, gazdag család, van pénz, de eléggé szar napjai vannak, és eléggé szar az életét. Szóval tipikus szerencsélen csávó, de teljesen mennyis a sokkal egy nyugodtabb. És hát akkor a Craig azért megpróbál rajta segíteni, miközben azt tudjuk azt is, hogy a fater az milyen a, erről milyen életet él, tehát Oké, okay, megvette a házat a lottóból, lottópénzből, tehát nem ment hiterre, így nem kell attól félni, adni a kell a banknak, hanem ott van, megvan a házat, csak az, hogy például a medencét nem tudja kihasználni, mert -e, senki nem tud úszni, csak ott van. Jacuzzi, meg oké, okay, gazdag, meg, meg snob dolog, de igazából az csak egy vagy két embernek van. És hát, ja, az otthonában is ilyen, öm, nem azt mondom, hogy rumli van, tehát nem van felséges cuccokkal. Szóval a lényeg annyi, hogy ő se annyira jó helyzetben van, csak nagy a pofája és az adós, nagy adósságai vannak. És hát akkor az van, hogy utána meg a DD elmegy egy ilyen lemezbolba, ahol ebbe várja a nagy önfizetését, de jönnek bajok. Például van egy ilyen volt barátnője, aki feltételezhetőleg még vele együtt akar maradni, mivel gyereket várt tőle az ő elmondása szerint, szóval ezt a, a akar maradni. Erre oda hívja a nagy nővérét, aki egy eléggé nagy befolyásos gangster csajszi, aki arról híres, hogy ő tortát eszik, és hogy tudja, hogy mi honnan jön, stb. Szóval a másik gond meg a szomszédok, a Joker testvérek, három mexikói testvér, akik most jöttek ki különböző fegyelmi házakból, Javítóinszertőbből, meg börtönökből, és hát akkor ők akarnak nagy csapni, megint folytatni a gangster életmódot, és ez nagyon aggasztja a kréget. És hát, ja, tehát ugyan jönnek a galibák mindenféle, öm, most már nem gettó problémákkal, hanem ilyen kisvárosi problémákkal, ha úgy nézzük. Itt is az elégedetlen vásárlókról van szó, akik túl sokat kérnek a, a kellemetlen szomszédok, meg. Öm, minden más ilyen apró hülyeség. Még a filmnek van több sztori vonal, és te ott például Dibó. Nos, az előző filmben eléggé széletverve, verve, hát teljesen jogosan, és hát az van, hogy börtönben van, nem sokáig, mert konkrétan kiszökik. Valamelyik börtöntársa, itt vannak szóval láncó, szóval aztán arról van szó, hogy a bosszot akar állni az előző film végéről, és hát akkor azon, hogy elkezdi őt, ke elkezdi őt keresni, ezzel a bőröntársával együtt, és hát lényegében erről kutatásról szól egy nyomozás, hogy hol lehet, hogyan lehetne őt megkeresni, és hát közben ott van a Craignek az apja, aki meg hát próbálja munkáját végezni, de maradjunk annyiban, hogy elindul a Craig felé, egy jó kis ügyes trükkkel, aztán utána igaz, azt adjuk, hogy hogyan szerencsénekedik a Dibó a társával, meg hogy a Craig faterja az milyen problémával ütközik bele. Tehát oké, okay, a film az tök vicces. Um, ez a film, hát az a baj, hogy az előző filmnek elmondtam a mondani valóját, és ezt hogyan fogném össze, hogy itt a másik Tehát itt is a mondani való, uh, itt is a kis ember problémáiról van szó, um, van pénze, nem tudod jól elkölteni, vagy hogy egy dolgot használsz, egy, egy jogosultod elkölteni a pénzedre, aztán le van tudva um, az, hogy... Ha már valami fontos munka napod van, akkor ott jobb lenne, hogyha a barátaidat inkább elhagyod, akik esetleg a munkát, a független dolgokat csinál munkahelyeden, mert hogyan beszélsz másokkal, hogyan állsz hozzá. És az is, hogy a szomszédok, ha bár kijönnek valahonnan, nem, nem jelenti azt, hogy változtak volna a helyzet óta a lényegében. Hasonló problémákat mutat be a film előtt, módon, ilyen racionális sztereotípiákon keresztül például rengeteg beszólással. Igen, kellemes film, 80 percnyi kikapcsolódás, semmi extra. Nem tudom, mi más mondani nagyon a filmről. A karakter nem idegesítőek, egyikes sincs bajom. Ami engem kicsit azért mégis így, így fekete film, az, hogy Craignek az előző film végén lett egy barátnője, aki mellett egy egészséges kapcsolatot építhetett volna ki, csak mivel a színésző nem vállalta a filmet, vagy legalábbis nem említett még, nem, nem tettem említéssel róla, így öm, behoztak egy újabb ilyen szerelmi vonalat, ami csak azért fura, mint, mint, mint hogy az előző filmben lévő ilyen kapcsolatszerűség azért nem alakult volna ki. Um, szóval, ja, és erre még lesz példa a későbbi filmben. És hát, ja, igazából csak ez hogy zavar, hogy vannak karakterek, akikről nincs semmi említés, vagy jelenet, és úgy a film, hogy az első rész történt volna. De mindez inkább csak arra foglalkozik, hogy a Los Angelesnek a kevésbé ismertebb részein lenni. Mert amikor Los Angeles van, az, mindig Hollywoodra gondol, meg egyéb más öm, Ikonikus erre például ott a strand, meg az óriás kerék környé környéket, a Pier, na mindegy. Szóval, ja, nem tudom, mi más mondani a filmről, nagyon szórakoztató, rendben van a film. Um, Akik érdekelnek az ilyen fekete humorú filmek, sötét humorú filmek, alkozottnak ezeket, tudom ajánlani, és ja, igazából más nem tudok mondani, faszalakítás, alulértekelt film. Akkor már megint Péntek. Ez a film lényegében egy évvel játszódik az előzőhöz képest. És a lényeg az, hogy ez 2002-ben jött ki, nem is annyira, nem is kell annyira a el sokat várni. Az a lényeg, hogy a Day, Day illetve a Craig most már egy egy albérletben laknak, és az a helyzet van, hogy éppen karácsony van. És hát van valami Mikulásnak átszázott tolvaj, aki kilopja másoktól az ajándékokat, meg elvesz mindent, amit tud. az átszáz magát, mint egy Mikulás holvójában ő valami antikrampusz-szerűség. És hát arról van szó, hogy um, ki kell ide, hogy ki ez a rabló, és hát közel meg változtak a dolgok, például most már a két fater összehaverkodott, van egy saját éttermük, eléggé vicces reklámmal, és um, ez, ez már inkább a városi életre fókuszál, mert ilyen bevásárló központról van szó ahol több öm, kisebb cég meg öm, bolt van együtt, aztán a közöttük lévő kapcsolatokról van szó, meg hogy ki mennyire érintett ebben a lopos témában. Az a film, sokan nem tudok úgy mesélni, mert annyira nagy dolog itt nem történik, ez is egy nap alatt játszódik le, de sokkal kevesebb jelenfejlődés meg érdeklődéssel szerintem. Ez a Péntek trilógiának a záró darabja, és hát az a gond ez a filme, hogy annyira szerintem nem vicces. Tehát ami a van a film az maga az intro. Egy animált intrót kapunk, nem pedig ilyen átlagos fel kellek, azt a történnek a dolgok egymás után, miközben megy a ö, stáblista. És hát, ugye a stábnak a nevei. Szóval annyi a lényeg, hogy ö, nem tetszik az izének a a DDM meg a Craignek ez hívják a rendőröket, de kesem vagy nyomod, de ők nem akarják elhinni. Ennek ellenére a otthonban ültetek kanabiszt elviszik csak úgy, és hát, ja, ez eléggé szar nekik, arra gondolnak, hogy felbérlik mag, hogy válnak egy ilyen ö, munkát, és sem az, hogy ők akartak ezt a munkát, hanem valami keresési módszer, hol lehet ez a tolvaj, erre azt az ötletet kapják a mind az Elroytól, mind a Krének a Faterjától, hogy jó lenne átszázni magukat, vagy nem átszázni, mert felvállalni egy ilyen munkát, elvállalni egy ilyen munkát, hogy ő biztonsági örök lennének, aztán akkor át tudnak kutatni a személyeket, hogyha valaki valami gyanúsat csinál, hát ha ez megkönnyíteni a dolgokat. És hát az a baj itt, hogy ott van például nekünk Day Day, aki egy ilyen alapján visszahúzódó alakról van szó, akinek van a vicces pillanata, hogy ez tény, de ő inkább egy olyan ember, akinek ilyen nyomorúságos az élet, aztán olyan tudunk vele azonosulni. És hát az a baj, hogy öm, ebben a filmben kifejezetten narcisztikus, beképzelt. Például megkapja ezt a munkát, és mindenki így lesipol, mindenki be akar kötni, minél biztonsági őr, ilyen felsőbbrendűnek hisz magát hirtelen, akkor annyira fogja az ego, hogy még a kréged is zavarja ez. És hát azon, hogy egy ideig én van ami hirtelen. Um, ebben a filmben Dibó nincsen, nem tudnak azt nézt meg megkérni rá, vagy lesz erre a szerepre. Szóval kaptunk helyett egy másik alakot, aki egy flashbackben jelenik meg először, hogy a Day Day meg a Craig Burdenben voltak, és erre nem volt említés a korábbi film ebben, hogy lett volna a börtönben, vagy hogy lett volna ilyen ügye. És én akkor azt értezem fel, hogy ez valószínűleg a kettő meg a három között jött ki. Ez a börtönös dolog, hogy ott benn maradtak egy ideig. De a lényeg az, hogy öm, ő is részt akar venni egy ilyen nagy karácsonyi bullban, mert lényegében erre megy az egész egy estére egy nagy buldogonok szervezni, a közeli boldosokkal, stb. mert a szomszédban van egy ilyen fánkos csávó, valami közelkedő alak, van egy ilyen strici is, és van neki egy ilyen női dolgozója, akiben a krék beleszeret, az próbál vele össze-vissza, mudvarolgad meg összejönni vele, halott már a másik részről, egy csak akivel össze volna jönni, csak vagy őt is elfelejtik a harmadik részben, és az a baj, hogy a csajt ugyanúgy akarja a DD, és szemben is van ilyen, ilyen hogy ki mennyire akarja, ki tud hamarabb bejönni a csajnak, és hát közben keresik ezt a tolvajt is, az a baj, hogy ebben a filmben a poénos, én nem tudok elmondani. Tehát a legvittesebb rész az, amikor ott vannak azok a Jehova tanúi, akik így teljesen akarják a tudást, tehát akarják ezt a vallást, és ez nem tetszik a DD-nek, és elkezdik ott egymás szidam az hangos lehet, és azon, hogy vannak ezek a nagyon kedves barátságos hölgyek, akik megpróbálnak a lehető legudvariasabban beszélni, meggyőzően, aztán hirtelen átmenjek a lehető legdőlebb anyázás, amit el lehet képzelni a fekete és hát ez egy eléggé poénos jelenet volt például. Vagy az, amikor van a nagy parti és hát ott van nekünk ez a börtön önszökött, vagy csak börtönből kijött csávó, és hát neki nagyon kell valaki szeressen. Erre megpróbál bejönni az egyik stricinek, de egyik boltosnak, aztán ami ott tudjuk a WC-ben, a két karakter között az eléggé helyes. Magyunk annyiban, hogy a csavar kulcs a közelben, vagy a francia kulcs, akkor meg tud maga védeni bárkitől, és ezt a filmet tökéletesen tudja ábrázolni. És hát, ja, um, Maguk az emberek is nagyon jók, amikor fognak, találnak egy gyanús szemét, akkor azt gondolják, hogy ő a bűnöz, aztán ahogyan ott végig verekedni maguk a végig löki magukat az többi ember között, ami egy szintén több dolog, meg ahogy igazából szidják egymást a karakterek, ahol lehet, csak abban, hogy időnként ilyen karakteridegenek az emberek. Tehát például Craig is időnként ilyen, ilyen nagyon bekézelt, nagyon laza, nagyon nyugodtan közel a helyzetet, holod neki azt kéne, hogy van meg gond, és úgy rá kell, átlagos ember, aggódik, stresszel, megpróbál nyugalmat keres, vagy nem, nem nyugalmat, hanem megoldást keres a problémára, és így ez, ez, ez leköti őt. Itt időnként ilyen leszarom stílusban van amúgy, meg annyira itt a befejezés nem érződik annyira katartikust, mert általában az előző van a jó, van a rossz, a nagy leszámolás, ebben a filmben annyira nem érzem ezt. Az egy nagy szerencsének köszönhető a befejezés, de ja, más nem tudom mondani a filmről, van a visszatérő karakterek a második filmből, főleg amivel nincs is baj, mert hogyha már az első film nem volt a visszatérő filmek, na, az első filmből nem hoztak a visszatérő karakterek, itt a másodikból megpróbáltam mindenkit összehozni, aki ráért valamennyire is, és ez az nem ez egy Tokyo franchise lehetett volna így, hogy így viszont a karakterek a következő filmbe, de abban a harmadik után így elmed az éreklődés, aztán, ja, egy ideig nem lehet hallani a péntekről. Elvileg amúgy um, Ice Cube már 2017-ben írt egy forgatókönyve folytatásként, ahol a Smoky visszatért volna, de ez nem történt meg. Majd, majd 2020-ban is egyet írni. Csak az, hogy egy időben a Dibó játszó színész elhújt meg, aki alakította az izét is. Craignek az apját. Csak hát, ja, így hogyha is készülne a következő film, az valószínűleg csak egy D -D -D ről meg Craigről szól, és valami hülyeség csinál még egyszer utoljára. Mert ennek a pénteknél az a hivatalos címe, hogy The Final Friday, de következő ez ne fog már jelenni, főleg úgy, hogy a castingban a legikonikusabb színészek már nincsenek közöttünk. Szóval, ja, amit tudok mondani a harmadik filmről, hogy ha tetszett az első kettő, akkor ezt meg lehet nézni, de ne számítsatok rá olyan nagy poénra. Lehet, hogy az baj, hogy ezt nem szinkronál kell volna megnéznem, hanem eredeti nyelven, mert ő, például itt a harmadik részben már nem a gesztesik Károly adta a, a Ice Cube-nak a hangja, meg rajta kívül is mindenki más a más hangja, és ez, ez időnként annyira idegennek képzelni, hogy egy másik filmet nézni, mert oké, okay, én a három filmnek a stílusa az úgy változik, amit tetszik, hogy ilyen fejlődés van, hogy a főszereplő az, ez a gettóban van, utána a kisvárosban, majd a nagyvárosban, ez nem, de nem, van, csak úgy gondolom, hogy a hamri már maga a filmnek a szerkezetés ilyen, ilyen nagyon átlagos, kétes közepén lévő filmnek a stílusát veszi fel. azt mondjuk egy ilyen, nem tudom, a amerikai pite 2-3. Nem tudom, operatő operatőri munka például, stb. Úgyhogy nem is láttam azokat, csak megpróbálok egy cím mondani a mint komédia, ami annyira nem jött be, nem volt annyira sikeres. Na, szóval, ja, igazából annyi a lényeg, hogy... A kettő jobban ajánlom, azt szerintem egy nagyon jó arany út volt az a film, hogy sokat átemelt az első filmből, megpróbált egyéni poénokat is behozni, amik működtek. Ezt egy mondom, de másrészt eddig az, az hogy egy probléma, hogy a film első 20 percében több poén volt, mint mondjuk az első filmben, és itt is azt vettem észre, hogy a harmadik részben, és a harmadik részben is, hogy túl sok volt a humor, a poén egyszer, ott a film azt aztán én itt nagyon, de nagyon leült, nem tudtam mik a vicces részek benne. Mert a köves Cici Boldos nagyon magas hangja van, de nem is a magas hang, ami viccesét tenni, hanem a beszólásai, de egyszerűen nem tudod befogni. Van benne visszatérő karakter, vagy ilyen visszatérő jelen, ilyen hajléktalan őrült, ilyen crackhead, ilyen volt már az első filmben is, itt is behozták, hogy működött, de utána így múlt a film, hiába volt a benne poénnak szánt részek, nem működtek és ja, igazából, mint tudom mondani, a film végén egy és működik, de nem azért, mert a fő gonosz, hanem mert megpróbálnak a lehető legidő infantilisebb szomszéddobba bemenekülni a főszereplők a bűnöző után, aztán látjuk a következményeiket. Szóval ilyen egyszerű az a filmet is, de a második, meg első szívesebben nézem újra. Na jó, akkor itt fog jönni a dűne. Nos, tudom, mikor ki a 2021-ben a dűne film, vagy remake, arról már beszámoltam, és ott is szintén említettem a régi verziót, a 84-est. Most, újra néztem meg, kedvem jött hozzá, meg úgyis novemberben jönni fog akkor a Dűne 2, vagy második a stb. És hát azért akartam újra nézni a filmet, mert, én, mert emlékszem, amikor mondtam a filmet annó, akkor említettem, hogy a 84-es verzióban voltak ilyen problémák. A film még mindig gyors szerintem, és még mindig azt fedezem fel benne, hogy a karakterfejlődés, ha már megvan benne, nincs annyira jól részletezve. Meg hogy igen, a film 3 óra hosszú, de mégse érződik annak szerintem, ami elég fura, mert mostában megnéztem ezeket a három óra filmeket, például a Gandhi, a Malcolm X, meg a JFK, és az van, hogy ha a jó a történet, jó a karaktere, meg a filmnek a stílusa, akkor el téged vinni, nem érzed azt, hogy unalmas lenne. Csak az a tény, hogy ez a három óra alatt se olyan lassan, ami mondjuk a, a remake dűne, az eléggé ijesztő, mert a a remake-ben azzal, hogy eltelik a filmnek a, a nagyjából a fele, mikor megtalálja a Fremanokat, a Jessica meg a Paul, és akkor véget ér. Nos, ebben a filmben eljutunk így két óra 10 percig, és akkor maradék 50 percet ki kell nyújtani legalább két és fél órára itt a két és fél órát a remake és ez azért lesz ijesztő, mert mit tudom belerakni. Mert oké, okay, a, a, történet igazából csak annyi, hogy a császár kapja az értesítést a felső hatalmak a C-től, hogy meg kell állítani pólt, meg kell ölni, és igazából ennyi. Értesítik erről a, a harkonnen ott a Harkonnen-báról, Vladimirt, és hát ő ebbe bele is egyezik, mivel ő eleve az az, az Atreides család ellen mindig is ilyen feszültségben volt. Szóval akkor az van, hogy mikor elutaznak a dűnére, egy gazdasági célból, ha jól tudom, akkor a, nem a dűnére, hát dűne bolygó, a Asterixre, akkor igen, jönnek a problémák utána. Csak hát azon, hogy akkor Paul annak kiválasztott, a fremanok, aki felnéznek rá, akkor hogy önállóan képes cselekedni, olyan dolgokat, amiket más nem tud megtenni, ki kell állni a próbákat, főleg, hogy a Düne világa egy olyan világba játszódik, hogy egy időszámításunk után járunk ilyen 5000 évvel, az ember kifejezik a robotokat, és hát az van, hogy vannak kolonizáció, meg háborúzások szert az univerzumban, a robot szolgál meg felázadnak az emberek ellen, szóval az emberek inkább munkások, amely szolgákat keresem maguknak, aztán kiképeznek ilyen természet előke foglalkozó nőket, és a férfi nem marad a birodalom, meg a taktika, és hát az van, hogy akik összeködik ezek a kapcsolatokat, úgy hívják, hogy a C, és van a C navigátor, aki igazából semmi másra nem foglalkozik, hát navigátor irányítja az ilyen hatalmas egy forgalmakat, egy ilyen hatalmas nagy kibertérben, ha szabad így fogalmaznom, aztán azért képes ilyen képességekre, mert olyan sok mennyiségű fűszert szeret, miatt így eltámadott a testetsebe, felduplázódtak, hatalmasan fejlődött ilyen 4000 éves fejlődésen ment keresztül a képességét ítélve. Aztán a lényeg annyi, hogy valamiért nekik ez a pól, ez nagy problémát jelent, valószínűleg tudnak erre a proféciáról, és akkor láthatjuk, hogy olyan kiállja a próbákat, a pól, például a fájdalom doboz, hogy mennyire bírja a. a hát nyilvánvalóan a fájdalmat, a kínokat, amiket át kell majd a film cselekménye alatt, és igen, tudom, van Frank Herbertnek a könyvet, nem olvastam el, pedig nagyon érdekelne, meg megnéztem a hogy Alejandro Hodorowski tól hogy ő, miket akar valójában, aztán tudjuk, hogy ez nem történt meg, mert túl drága lett volna, mert nem lett volna a közönségbarát film, és ö, egyszerűen nem követte volna a, a könyvnek a cselekményét, mert tudom, hogy van a dűnesorozat is, amit azóta sem néztem el, pedig tudom, hogy tettem egyet is, hogy meg kéne néznem, de a, a lényeg annyi, hogy ö, a pól az nagyon gyorsan fejlődik, jelentő jelenetre, embereket tart szűk párbeszédeket, talán például az édesapját tart fontos párbeszédet, a Patty Stewart-dal, a mentorával, az edzőjével, és az édesanyja jessica mindenki mással meg ilyen, ilyen felületesen, ilyen köszönő viszonyban lévő beszédek vannak ebben a filmben. Tehát a látványon nem tudok belekötni, megpróbáltak a lehető leglátványosabb film meccsen a 80-as években. Egy igazán, hogy baj van, az pedig a védő pajzs, ugyanis ebben a filmben a védő pajzsot azt megpróbáltak kézzel megrajzolni, jelentő jelentő, és kapunk ilyen nagy Minecraft testet, mert lehet, hogy megrajzolni képkockára, képkozkál, hogy nem tudok beszélni, ez egy rohadt melós dolog. Például ott a Roger Nyúl a pázon, rajzolni, és a a színészetnek kell a képzeléteket használni. De a lényeg annyi, hogy um, igazából mi ebben a filmben fura az az, hogy valamiért David nincs, nem tetszett az ötlet, hogy öm, használnak kardokat ebben a kifi világban. És hát um, helyette ilyen hangfegyvert használnak, megvan a megnevezése, meg stb. de ezzel nem foglalkozok. A lényeg annyi, hogyha mondjuk van egy ilyen mikrofon rajtad, akkor hogyha beleüvöltesz, vagy valami hangfrekvenciál kiadsz, akkor azt a fejjel ki tudja adni, mint mindegy egy konkrét lövés, egy ilyen hangrobbanás, ahogy ha nézzük. És akkor ezzel lehet ott abban a filmen harcolni, a kardok helyén mindenki lövőfegyvert használ, ami elvileg nem jellemző a dűnére. A 2019-es ben például erre nincsen szó, szóval meg szerintem van köze a robotok háborújához, hogy ilyen operációs rendszerek így hiten felázadnának az emberekkel, még az ilyen fegyverrendszerek is így megtagadnák a lövéshez ez való jogot. És a többi, szóval így furaj befilmek használnak ilyen high-tech cuccokat, holott az volt a jó a dűnében, hogy aktivál, nem azt aktivál, nem felhasználja a középkori, meg ókori setting -e a modern világgal. És nem egy olyan modern világ, mint a Star Wars, hanem itt azon, hogy tényleg a földi ember kitem, kimentek az ujjányzomba, aztán azt meghódították. A lényeg annyi, hogy ez a bővebb verzió az érdekes, mert több interakció van a karakterek között, van neki egy ilyen prologusa. Nos, ez a prologus azért fura, mert az eredeti dűnemozis mozis verzió, ami csak két óra volt, mert David Lynchnek a verziót szétszincálták a producerek, ezért nem is büszke erre a filmre. De Hát, ja, az az, hogy kiadta a filmet, a mozis verziót, aztán utána jöttek ezek az dolgozások, leskonstruálások, les például a DVD-s, meg CD-s verzió, meg TV-s amik hosszabbak voltak, és az egyik ilyen volt 2004-ből, vagy 2001-ből, vagy 2006 ilyesmi dátumról van szó, hogy beadtak egy ilyen prologus, ilyen 10 perci prológus ami igazából ahhoz, hogy elmondják, mi történik a filmben, meg miről fog szólni az egész cselekmény. Mert azért, az, hogy volt egy nő, aki felolvasta igazából a filmnek így az alapszövegét, ami mondjuk 2019-es években is benne volt, hogy a zendája az így elmondja, hogy mi történik, vagy, vagy milyen az, az Asterix felszíne, de kb. ennyi. És hát akkor, ja, itt meg azon, hogy kapunk egy ilyen hosszú prológus, itt csajt nem látjuk és nem beszél, nem törik vele semmi. Uh, a hanges akkor lehet hallani, amikor a, a Paula az nézni akarja a számítógépén, hogy miket tudni az Asterixről. Az Atreides meg Asterix mind összekever engem, bocsi. Szóval, ja, igazából az van, hogy a bolygót vizsgálja, szóval a narratónak a hangja és kb. ennyi. És um, annyi a lényeg még ebben a verzióban, hogy Kimaradt belőle kettő jelenet, um, mert tudjuk, hogy ott van a Harkonnennek a két testvére, vagy kuzinja, akiben legjobban megbízik, más-más szemszöbb, ez eléggé megosztott téma mai napig, hogy hol van ábrázolva a Harkonnenék. A lényeg annyi, hogy az egyikőjüknek van két jelent, ami kimaradt, ebből a bűnrefejező volt hogy a hogy valamit megtalál, valamiről értesül, másik meg amikor meghal, ezek ki van maradva. Emlékszem, hogy annó sem láttam jelenteket ezekről, mert az, hogy a, amit én láttam annak idején, azt már letörölték YouTube-ról, de van egy másik verzió, ahol szinte megvan ez a hosszú prologus, és ott ugye megy a film tovább. Csak annyi, hogy így van a dolga, amik nekem is leestek, hogy kimaradtak egy ilyen hosszú vágásnál, és hát akkor az a lényeg, hogy ö, nem siet annyira a film, de mégis annak érzem. Tehát azért volt durva az eredeti, visszatérő DVD nincs mert hogy egy 3 órás verziót csinált, akart megalkotni, aztán ennek a végeredménye az lett, hogy bukott az egész a francban, mivel öm, a producer megpróbálta a közönség barát filmet csinálni, aztán így megvágták két és negyed órára, két az 17 percre, az is kiharcolta magának a lincs, hogy valamilyen hosszabb legyen, ne csak két óra, aztán tudjuk, hogy a a film hatalmasabb bukott, mert hogy eltér a könyvtől, nem tudta elmesélni tőled, mennyire el kellett. És a része meg benne maradtam, mert lynch ez megszokható, csak magához a narratívához nem tettek semmit se hozzá. Szóval, ja, igazából ennyit kell mondani erről a filmről, a bőre verziót amúgy az Ellen Smith néven van be bejövő minden rendező, és az Ellen Smithi, vagy Adam Smithy, most nem ugrik rendesen, de az egy ilyen fedőnév, egy álnév, ami arra van, hogyha van valami rendező, aki nem akar egy nevét hozzátenni egy produktumhoz, akkor ezt hozzáteszik, mint egy ilyen semleges név. Szóval ilyen álnév, vagy kódném, és ezt általában ilyen alternatív verziókhoz használja fel, nem teszi a rendező magához a nevét. Főleg úgy, hogy nincsek, ha ez a leg, öm, legnagyobb bevételű filmje, öm, nem vállalja a sajátjának. Szóval, ja, igazából azt mondom, hogy a retro látvány ellenére megéri, meg öm, a film epik vannak benne, kalfelelés, és szerintem túl gyorsan történt meg ez például, miután találkozik az álmában lévő lányjal, a Sean Jonggal, ő alakítja, egy Ivendőbeli támogatója, barátnőjét. Nos hát, vele találkozunk, vele találkozik kétszer a film, aztán már egyből ilyen, ilyen romantikus viszony van, mert hogyha azért, hogy lennének ilyen és akkor ott találkozgatnak egymással, azt mondják, hogy hé, láttak az álmomban, és tudok róla, akkor már a rendben lenne. Meg hogy ott van a Jessica, aki megjelenik, végig így folyamatosan segít a főszereplőnek, kísérgeti össze-vissza, ahol lehet, aztán az ez a végeredmény, hogy öm, Megtalálják ott a fremanokkal együtt, és utána így eltűnik a filmből, és utána csak azért lesz megmutatva, mert átadják nekik az életvizét, és ö, meg tud születni így hamarabb a terhességében teresség lévő huga. Ezt szóval hülyén írtam le, de lényeg hogy terhes, aztán van egy huga, aki még nem született meg, aztán ezzel az élvizével hamarabb ki tud, ki tud ö, fejlődni, úgyhogy megszülethessen, aztán miután ezt még fejlődik így 6-7 évet, ami eléggé duerő az életvizéről. És hát a lényeg annyi, hogy ö, vannak ilyen érdekességek, szóval nem tudom ezek olyan hogy fogja megcsinálni a, a remake folytatásában, de én azért kíváncsi vagyok rá. Meg hát ö, mi van? A film szórakoztató, nem unalmas. A látvány ott van a helyén az Epic zene a Totótól, az talán, én ezt mondani, hogy Hans Zimmer csalódtam benne, mert a, a, a oké, a, a a világot átadja ez a zene, meg a folyamatos kórus, de szerintem a másik filmnek jobb a hangulata, én nem bánom igazából, hogy megpróbálnak újítani, csak szerintem a Totoiban eltállítanak a filmnek a, a, hangulatát így ezzel a zenével, hogy keverik a metal az orchestra, vagy a zenekari zenét, ez itt tök jó volt, ilyen addig experience volt. Meg az, hogy ez a film inkább egy nagyon jó kalandfilm, egy, egy nagy utat jár, de nem ilyen experience, ö, pszichotikus filmet. Alejandro Hodorowski nagyon ilyen, ilyen, ilyen mi az már, sziatrikus filmet akar csinálni, arra akart rá, hogy nézzét, hogy éljen át egy LSD tripet, amikor lsd -zne. És nem azt mondom, hogy ezt csinálta a remake, a dűne, de nagyon lassú tempója volt, és nagyon hozta az atmoszférát, nagyon szép volt. Ugyanez a helyzet az izével is, a dűnével is, de ott az azon, hogy így, mint egy ilyen checklistán mennénk végig, aztán így oké, okay, pipa, ez is benne a filmben, el is, ez kimaradt a, 80-es verzióhoz, a 8 verzió így utólag, és igazából ennyi. Um, Igazából nagyon nem tudom, mit kritizálni a filmben. Túl gyors a film, a három órát, ha bár kihasználja, de szerintem még bőven lehetett volna lassítani a tempón, és ez jobban elte volna a mélyén a karaktereket szerintem a filmben. Mert, oké, okay, ott van a fűszervadászás, és mondja, mi a lényege, miben segíti az embert, de annyira nem foglalkoznak ezzel a bányászattal. Csak az, hogy ott van a nagy homofék, a dizájnuk meg a hangjuk sokkal menőbb ebben, mint a remake szerintem. Úgy ja, így egy ilyen csőr, aztán ott van azt hiszem, hogy a ez tök menő, um, ugyanolyan domináns lényekről van itt is szó. Meg hát az, a ebben a 3-órás um, verzióban, ami Youtube-on meg lehet nézni, hogy az egész történet elmeséli, tehát ha érdekel, hogy meg megy tovább a remake akkor ezt így el tudod meg tudod itt nézni, aztán elképzelni, hogy ezt hogyan tudja megborcsítani azzal a szemszögből, hogy amit ott megközelítik a remake -ben. Szóval én nagyon más nem tudom mondani erről a dűnéről. Igaz, hogy nekem jobban tetszett a remake, mert annak a tempója jó volt, a hangulatteremtés is meg, volt, meg jobban rámentek a karakter fejlődésére, meg nem éreztem azt, hogy ez egy film, ami bepalálta legjobb ő legjobban személyre szabni, látszik, hogy az alkot, hogy szabadságról van szó, nem úgy, mint a réginél. Meg én azt is feltétlenül, hogy azért nincsenek a filmek kardozós jelenetek, mert hogy a Star Wars rajongók szólnának, hogy egy, -egy ilyen Star Wars kopi lenne szerkezetében, hogy kifi világban is mindenki kardozik. Lehet, hogy ez vette rá valójában a lincset arra, hogy miért legyenek inkább ilyen hangfegyvere, mert ez ilyen tök dolog, de szerintem ilyen guffi és komolyan verhetetlen időnként. A nem szerintem azt mondjam, hogy valaki így hogy ha, aztán hirtelen így felrobban egy fal, mert ez egy bullshit, de... Na mindegy, annyi, hogy sok minden egy keresztül, bár az alakítás is eléggé fura, tehát nem rossz az alakítás, de szerintem a remake jobb. Itt egy nagyon ilyen teatrális, meg időnként csak így, oké, okay, megyek előre, és végzem a munkámat, oké, okay, gyere velem, és akkor jobb lesz a világ, csatlakozz hozzám. Én meg vagyok a Harkonnen báró, aki végtelen gonosz, és olyan most, mint egy 80-as évbeli rajszínvonal, de tényleg amúgy. Tehát a tényleg sztereotíp szadista barmat láthatjuk, és nem érzi a fengőköt, inkább, csak idegesítőnek. És hasonló ez a többi ö, Harkonnen család, vagy ö, akik a Harkonnen családot szolgálják, ennyi. A császár, meg a párbeszéd vele a... Nem, az, nem úgy hívják, hogy anya, de lényegében ilyen befolyásos nőre van szó, aki használja ezeket a szuperő dolgokat, amiket a Jessica is tanította a Polnak, annak én, hogy a férfi nem használnak ilyen szuperős dolgokat, például a hangot, de a lényeg annyi, hogy között vannak érdekes párbeszédek, információ, közlések, meg az is, jó, hogy a császár szerepen benne, tehát én nem is emlékeztem, hogy mikor megnéztem az, az remake utána a dűnét, a dűnének ezt a régi verziót, akkor így megvettem, hogy van császár, van valami felsőbb nem csak egy család rossz, hanem az egy, egy, egy egész univerzumos rendszerről. Na mindegy, szóval, ja, kicsit így a végére, öm, meg az, hogy amúgy a Alan Hodoroszki verzióban ott lett volna még izé, öm, HR Gigernek az alkotásai, az ő rajzai, tudjátok, hogy az alien csinálta például, meg őről lett mintázva a Scorn is. Tehát a design ebben a filmben így eltűnik valamennyire, a ruhák azok egyedik, ez tény, itt is nem Star Wars-szerű. a reneszánsz kor, az ókort, meg a modern kori öltözködéseket a karaktereken, ez így rendben van. Üm, a hajóforma is nagyon szépek szerintem, ez a ez a C navigátor és annyira undorítom, hogy bizony néz ki, de közben tetszik. Az a jelent, amikor mutatják, hogy hogyan működik ez a teleportációs rendszer, a, mint a navigátori vége, az is egy tökéletes kreatív dolog, de szerintem az nem minden közönség se fogja úgy érdekelni, mint én. Elég random, meg agyfasz, de ez a lényeg benne szerintem. Ja, szóval én azt mondom, hogy megint a remake jobban szerettem, mert az, annak nincsen ilyen identitászavar, meg az nem sieti a dolgokat, de az eredet is így bővítve azért megéri megnézni. Sokat kell figyelni benne, benne a gyors tempó ellenére, de um, aki szerint a retoszt azoknak ezt nagyon jól tudom ajánlani. És ja, tőle nagyon mondom, hogy meg szerintem túlsabb meséltem, mint amennyit kellett volna. És akkor itt jön egy klasszikus film, erről nem akarok sokat beszélni, Apokalipszis most a Francis Ford Coppa rendezésében, Marlo Brando a legjobb alakítás a karrierjében, meg hát szinte legjobb alakítás a Martin Sintől. Nos, nos hát ez a film, aki nem ismeri egyike azoknak a valós eseményben játszóló, de fiktív karakterekkel előadó történeteknek, nem mint például a -E Hollywood, hogy oké, okay, a VRM háború valós probléma, és ö, vannak karakterek, akik ezeket átélik, de nincsen kiadások a valóságra, vagy hogyha mintás vannak valós személyekről, ezek a személyek valójában nem szerepeltek, vagy nem tudunk róluk, hogy szerepeltek. Lényegében arról van szó, hogy ott van nekünk Willard százados, aki Vietnámban szolgál, és most Saigóban pihen, és hát arról van szó, hogy visszahívják, mert van egy különleges személy, akit ki kell iktatni, likvidálni. És ő ezt elvállalja, mivel habár eléggé szar életet él, ott van a szobájában, be van drogozva, meg iszik. Ez azért van, mert egyszerűen nem tudott visszaszokni a civil életkörökbe, és a háború jár, az eszében. Rengeteg ilyen film volt, ami foglalkozna a posztamester, ez például az első Rambó film, taxisofőr, szarvasvadász, és némire talán a Forrest Gump bárot anya nem hinném, de a lényeg annyi, hogy nem boldogott, és hát akkor kapja az édesét, hogy mi van, vissza is megy akkor egy vietnámi támaszpontba visszaküldik, és akkor ott a Harrison Ford így mondja neki, hogy mi van, mert még kettő társa, hogy ez a a avagy, avagy Marlon Brando, az kicsit megőrült, elveszítette a józan eszét, és mindenféle nonszenszeket állít az emberi természetről, magáról, a túlélésről, és hát ez érdekli amúgy a Willardot is, kap is magához kettő katonát, egy kapitányt, és hát kapnak egy ilyen átlagos hajót, hogy ne tűnjenek fel vele, aztán mennek előre a film, és átélik a háború borzalmait, ugyanúgy, mint korábban, csak most sokkal személyesebben és mélyebben. még azon, hogy Vietnámból le kell jutni Kambodzsába, aztán ott találkozni a Körccel, aztán hát likvidálni nyilvánvalóan, és akkor látod, hogy a háború az mennyire megváltozik az emberi a az, hogy hogyan néz magát biztonságban, mit fog neki jelenteni a komfort szó és hogy mennyit tud azonosulni a többi katonával, aki fiatal oda jönnek, nagy álmodozóként, aztán azért észrevenni, hogy ők is hogy változnak meg a film cselekménye alatt. Ez egy ilyen igazi experience movie, erről nem tudok sokat mesélni, mert akkor az már valószínűleg spoilerrel élne fel, de van benne ilyen nagyon kemény menőjelte, mint például amikor a Valkürre jönnek a helikopterek, és hát akkor lelőnik, lelőnik, a vietnámiakat. Van egy más jelent, amikor ott csak úsznak színpán a folyón, a, bent, a párbeszédek, meg amikor olvassák a leveleket, meg hagyja a rádióban, hogy ki hiányolja őket, meg a körmények ott, mert amik lesznek például ott a film vége felénél, vagy hogy mennyire tud az ember számára, a férfi számára megnyugtató lenne, mikor egy nőt, talál, nőt látnak ott a színpadon hirtelen, meg egyéb más ilyen dolgokról van szó, hogy Hát nyilván az ember mentőtest, hogy változik meg hogy egy ilyen a idő, alatt, milyen seveket tud szerezni lelki fizikailag. Ö, ott van például a Heart of Darkness, egy könyv az 1900-as évek elejére, ami második Lipótnak a uralmát akarta ábrázolni, hogy Dél-Afrika Dél környékén, pontosabban ott a Kongóban, a Kongó menti területeken milyen nagy borzadalmak voltak, mert tudjuk, hogy Lipót az, az a büntette a nem dolgozó emberek, az ellenállókat, hogy levágatta a kezüket, a karjukat. Ja, inkább a kezüket, a lényeg annyi, hogy ameddig ott Belgium volt, addig azért az, az a pancsa, és egyszer se bánta meg, amiket tett. Tehát kihasznált az országot, és az emberek ott megőrültek, és hát azok is arra hogy volt egy ilyen szemlélő, akinek végig kellett nézni ezeket a művelteket, és megtalálni egy olyan szemét, aki szintén valami kultusz kialakított maga köré, aztán Gyakorlatilag csak maga az útvonal, amit ott bejár. Hasonló helyzetben volt a Far kettő is, hogy a főszereplőn kapja a megbízást, hogy ölje meg a sakát, és ugyanazok, egy végig a főszereplőn, a ami miatt a sakál is így ellenfordult a rendszernek, ha úgy nézzük. Szóval Igazából az apokalipsz is most nem tudom mondani, egy valódi klasszikus filmre van szó, szóval, amit sokan láttak, és ennyiben tudom azt, hogy a sportni az időt, hogy miért ne kelljen többet róla beszélnem. Nagyon erős a filmnek a soundtrackje is, hogy az az nem, ami szól benne. Tehát a filmnek az intő legendás, amikor a dorsa szól a DN, de ugye a Jim Morris azt, hogy mindjárt itt a vége, jönnek a kék buszok, stb. Jó, ebben hang hangulatot, és a film is a mai napig látványos, jó az operatőri munka, nem csak az ilyen pökös hanem ami úgy fényképezik a dzsungelt, ahogyan úsznak ott a hajón, és um, egyéb más jelenetek. A film alig van humor, de az első 45 perc van némi humor, vagy első egy óráig, aztán utána le van nyugodva, mert a mozis fágás volt én két és fél óra, volt a Final Cut, ami 3 óra volt kereken, és van a Redux, ami még 3 óra 10 perc, annak különbsége nincsenek itt, de a Motis verzióhoz képest ezek hosszabbak, hosszabb a cselekményt. Én ebben a hosszabb verziót láttam, és ezzel első csak akkor szinkron a filmet, és amúgy a szinkron nem rossz, de én nagyon-nagyon, de nagyon ajánlom az eredeti nyelven. Legalábbis ö, szerintem hallani a Martin Shinta ahogyan ott is utóva narálja az eseményeket, meg a párbeszédek, amiket, vagy nem párbeszéd, inkább a, azok a monológok, amiket megoszt a a willard el, a Kurtz a Marlon brando a film végeférni, az is nagyon epik szerintem, vagy a Kevin részem, ami egy kimaradt jelenet is a mozis verzióból, mikor eljutnak oda a franciákhoz, akik arra beszélnek, hogy mikor ők harcoltak az indokínai háborúban, ők mennyien bánták meg ezt az egészet, és milyen hibákat követtek el. Közben előjön a francia nacionalizmus is persze, de egy nagyon érdekes vita, a párbeszéd alakul ki ott, amit érdemes végighallgatni, és fújja ez nem a mozis verzióba. Mondjuk érdekes, mert az a jelenet, ami ott van, az kb. 40 perc, és talán ez miatt maradt ki. Na mindegy, érdekesség a bizonyos filmfesztiválokon, de leadják az eredeti munka ahol minden jelenben, ami felvettek a filmben, ami 5 és fél óra, jutalom, és abból csak fél óra az, amikor a helikopterre repülnek. Érdekes amúgy. Tehát annak nincsen szép öm, verziója, szép dug, digitális öm, erre nem tudom menni, de elvégre rekonstruálás van ennek a nagyon hosszú vágásnak, hogy megnéznék. Akár egy ilyen az a felosztják három részre is le van tudva. Üm, ja. Igazából ez a kevénc háborús filmem. Üm, általában a Waterloo, meg a nyugodt a helyzet változatlan említem a nagy kevénc háborús filmemnek. Ha az így a, a fejemből, akkor meg ott van például a az egyik a Full Metal Jacket, illetve a másik a Sinel listája, amit tudom, hogy a inkább egy holocaust film, zsidó holokauszt film, de mi a második háború játszódik, és számos fontos személy megjelenik benne, meg említések kerül, így az háborús filmnek számítom én bele. És persze lehet mondani még olyan háborús film, mint például a Rány közegé megmentése, a szakasz, meg a szarvasvadász, de számomra ez a három, ami így a toppon van. Meg említhetném akár a háborús békét, de az inkább egy ilyen állapotot mutat be. Egy, egy, országban Napóleon uralma alatt, igazából ennyi. Van a csak jelent, meg háborús részek, de ha a háborús van szó, szóval maga a csata, meg a háború, ami így fókuszba kerül. Vagy az, hogy egyik felében nincs sem más, meg csak maga a borzalom. Ahogy a Brandes Brandos búcsúzik el a nézőtől. Szóval én nagyon ajánlom ezt a filmet, egy nagyon lassú, viszont egy igazi euh, experimentális experientális élménynek nevezem el a filmet. Um, ja, más nem tudom mondani róla, egy érdekes film, és nem sok a legjobb háborús filmnek nevezik, vagy, vagy a legjobbak között van, számomra ez a number van, és ja, tőle nem akarok mondani erre a filmről, igazi kultikus, és hát akkor búcsúzok, én Márta voltam, tak, legközelebb, addig is sziasztok!